Közös tanulással, énekkel, imádsággal teltek a gyerekek mindennapjai a Dunaharaszti Református Gyülekezet nyári táborában. A tábor záró napján pénteken látogattuk meg a táborozókat, akik a közösen eltöltött egy hét alatt rövid jeleneteken és idézeteken keresztül ismerkedhettek a Bibliával. Köszönjük azt, hogy nem esett az eső. Azt is köszönjük, hogy nem sütött ránk erősen a nap. Itt a református templomnál ezen a héten nyári tábor volt a gyerekek számára. Milyen hagyománya van ennek a nyári tábornak? Hát ez a táborunk, ez igazából most kezdődött, és majd ebből szeretnénk hagyományt teremteni. Régebben voltak táboraink, de most indul be igazán, úgyhogy szeretnénk, hogyha minden évben ez hagyománnyá válna. Hány éves gyerekek számára szólt ez a tábor? 6 és 10 éves korúak közötti gyerekeknek. Milyen programokkal készültek a számukra, mondjuk hogyan kell elképzelni egy tábori napot, hogyan indul például? A délelőtti programjaink azok kötöttek voltak, tehát minden nap ugyanazt csináltuk. Reggeli tornával kezdtünk, aztán éneklés, színdarab, utána csoportfoglalkozás, és akkor délig még ilyen különböző foglalkozások között lehetett választaniuk. Közműveskedés, tánc, foci, a fiúknak is legyen valami, és logikai társas játékot játszhattak még délig, és akkor ebéd után pedig különböző programok voltak minden napon. A tábor ideje alatt számos dalt tanulhattak meg a gyerekek, a zárónapon pedig ezekből szívesen mutattak be néhányat. Táborvezető Keményné Váradi Erzsébet szerint tartalmasan telt a gyerekek itt eltöltött egy hete, és a kezdeti ismerkedés után jó hangulatban telt a tábori időszak. Jezsovicki Balázs vagyok, 9 éves vagyok, és a Rákóczi Ferenc általános iskolába járok. Hogy érzed magad ebben a táborban? Hát elég jól. És miért jó szerinted ez a tábor? Azért, mert sokat lehet tanulni Jézusról, meg a többiekről. És amúgy is jársz egyébként hittanra és templomba? Igen. Sikerült itt a táborban mondjuk barátokat szerezni? Sikerült. Melyik volt a kedvenc foglalkozásod például? Hát amikor nekem az volt, amikor csináltuk a kendőt. Ami a nyakadban van? Igen. És megmutatod ezt a kendőt, hogy ez mi is ez a kendő? Miről szól ez a kendő számodra? Hát ez csak egy névkendő, úgyhogy ez semmiről nem szól nekem. Hogyan készítetted? Hát én filccel. És mi van a fejedem? Valamiféle korona. És ezt miért kaptad, ezt a koronát? A Mennyország. Kik juthatnak a Mennyországba? Akik hisznek Istenben. A református tábor segítői minden napra rövid jelenetekkel készültek, így a gyerekek játékos formában is megismerkedhettek azokkal a bibliai alakokkal, akikkel előtte a tanításokban is találkozhattak. Hol vagyok? És miért van itt ilyen sötét és hideg? Na hát, új rabokat hoztak. Milyen fiatal vagy? Nem gondoltam, hogy ide gyerekeket is hoznak. A bácsi meg tudja nekem mondani, hogy hol vagyok? Ki tetszik lenni? És miért tetszik itt lenni? Mennyi kérdésed van? Amikor ilyen fiatal voltam, nekem is sok kérdésem volt, de aztán találkoztam Jézussal. Egyébként János a nevem. A bácsi ismeri Jézust?
Én is hallottam róla a héten. A tábornak az is célja, hogy a gyerekeket kicsit becsalogassák a templomba, ne egy ilyen misztikus valami legyen a templom. Igen, egy kicsit ez is a célja. Meg hát az, hogy itt minél jobban megismerjük egymást, azok, akik így hittanórára járunk, vagy járnak hozzám, és igen, hogy megismerhessék Jézust. Miután az utolsó ének is elhangzott, elkészültek a csoportfotók az épülő új templom előtt. A tervek szerint a tábor jövőre folytatódik.